Balalajkán adott elő az egyik díjazott, Bojás Eszter azon az ünnepségen, amin Bátorszék város önkormányzata elismerte a kiemelkedő teljesítmény nyújtó diákokat. Idén közel 30 fiatal díjazott a város, köztük a Vadó Karate Európa-bajnokságon ezüstérmet szerző Bognár Barnát. Most pihenünk, és februárban lesz egy kis pesti verseny, most arra fogunk majd készülni. Milyen érzés, hogy átveheted ma ezt az oklevelet, illetve ezt a díjat? Hát nagyon jó. Mindig a jelenben dől el, hogy milyen lesz a jövő, mondta Bozsolik Róbert, Bátorszék polgármestere ünnepi köszöntőjében. A város első embere felidézte az idei fejlesztéseket, elért eredményeket és kiemelte, a városnak fontos elismernie a tehetségeket, hiszen a művészet a sport területén vagy éppen a tanulásban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok öregítik a város hírnevét. Szeretnénk őket ezzel a kis oklevéllel is elismerni, hiszen bízunk abban, hogy ezzel egy kis gondolatot ültetünk a fejükbe, egy olyan gondolatot, hogy jó itt Bátorszéken lenni, elismerik Bátorszéken az ő munkájukat, tehetségüket, és bár az élet valószínűleg el fogja őket sodorni egy kicsit, hiszen elmennek főiskolára, elmennek egyetemre, elmennek világot látni, de ez a kis gondolat talán ott motoszkál majd a fejükbe, és hazatérnek hozzánk, és amit megtanultak, azt majd itt Bátorszéket, a bátorszékiekért tudják majd kamatoztatni. Az idén először az év mecénása oklevelet is kiosztották, egy helyi húsipari céget ismertek így el. Elismerő oklevelet vehetett még át Mezei Bonifácné, a Napsugár nyugdíjas egylet legköszönő vezetője, valamint Réglernés Tang Erika is. A közösségük irányításában több mint két évtizeden keresztül végzett tevékenységükért.